Tehát azt tudjuk, hogy a kendernek legalább 50 ezer felhasználási módja van, az állati takarmányozástól kezdve a gyógyszerkészítésig, az építőiparig, a mezőgazdaságig áttekintve mindenféle területen, és a felhasználása egyre inkább növekszik és népszerűbbé válik, ahogy a bolygónk megmentésére igyekszünk természetes anyagokkal, így például kenderbetonból sorra épülnek házak, amiknek nagyon jók a tulajdonságai, így például Magyarországon is több ilyen ház épült már, és szerte a világon. Vagy tudni kell, hogy az autóiparban, az autó karosszériájában rengeteg helyen alkalmazzák már a nagymárkák a kenderrostot, hiszen ennek a szakító szilárdsága sokszorosa az acélnak. Ezt már Henry Ford is tudta az 1930-as, 40-es években, és ő is készített már ilyen karosszériát a saját autójába. Ugye tudjuk, hogy a kendernek a rostjai könnyűek is, és ezért az autókban is ez nagyon fontos tulajdonság, hogy minél könnyebbek legyenek az alkatrészek. Aztán nézzék meg, egy pár képen mutatom, hogy milyen sporteszközeket lehet kenderrostokból csinálni. De haladjunk tovább. Az 1930-as évek végéig a magyar gyógyszertárak készítményeinek 80%-a kannabisz alapú volt, és a magyar gyógyszerkönyvnek is része volt a kannabisz növény. Most beszéljünk arról, hogy mit lehet ma használni és fogyasztani, és mit nem, hiszen nem minden kannabisz termék marihuána, ezért nem tiltott. A kannabisz növénynek több alfaja létezik. Az egyik a kannabisz szatíva, ahogy az ábrán is látható, ez 3-5 méter magasra megnő. Ezt hívjuk ipari kendernek vagy hasznos kendernek. A szatíva az hasznos jelent. Ebbe a növénybe nagyon sok a CBD nevű összetevő, és kevés a THC, majd beszélek erről. Míg a jobb oldalon látható kannabisz indica, azaz indiai kender, ezt nevezik más néven marihuánának, ebből készül ugye a marihuánás cigaretta, vagy a joint, aztán a hasis készül a gyantájából, tehát ezt a készítményt használják leginkább ugye a pszichoaktív betépést okozó, bódulatot okozó hatásáért. Ebben, ahogy látjuk, a THC molekulából van sok, és kevés a CBD. Ez a THC nevű összetevő felel a bódulatot okozó hatásért. Most beszéljünk arról, hogy mi is az a CBD, mert erről fogok a legtöbbet beszélni. Ez a cannabidiol nevű vegyületnek a rövidítése. És beszéljünk arról, hogy mik is azok a cannabinoidok. A kannabisz szatíva növényről fogok csak beszélni, azaz az ipari vagy hasznos kenderről, mert ezekben a készítményekben is ez található. A kannabisz szatíva növényben legalább 480 különböző vegyületet azonosítottak eddig, és ebből egy hasonló szerkezetű csoportot nevezünk kannabinoidoknak. Ebből is már legalább 146 különfélét azonosítottak a növényben. A növényben a legtöbb ezek közül a cannabidiolból, vagyis a CBD-ből van, illetve megtalálható benne ez a THC nevezetű molekula is, ez a delta 9 tetrahidrokannabinol, ami a pszichoaktív, bódító, betépést okozó hatásért felelős. Ahogy látják, elég régen felfedezték már ezeket a molekulákat. Most térjünk át az emberi szervezetre egy pár perc erejéig, és beszélnünk kellene, hogy mi is az az endokannabinoid rendszer. Ennek a felfedezése az 1990-es évekre tehető, tehát az orvostudományban ez még nem egy régóta ismert rendszer. Kiderült, hogy az emberi szervezet maga is termel kannabinoidokat, nem csak a ezeket endokannabinoidoknak, azaz belső kannabinoidoknak nevezünk. Ezeket a molekulákat, amiket felépítő és lebontó enzimeket, az hozzájuk a sejtek felszínén található receptorokat, a szállító molekulákat együtt nevezzük úgynevezett endokannabinoid rendszernek, ami a szervezetünk belső egyensúlyájáért, a homeosztázisért felelős. Ezek a bennünk termelődő, emberben termelődő endokannabinoidok
nagyon hasonlóak a kenderben található növényi, azaz fitokannabinoidokhoz. Két ilyen nagyon ismert endokannabinoidunk van. Az egyik az anandamid, amit 91-92-ben azonosítottak. Ez a CB1 receptorhoz kötődik leginkább. Az öröm és a sav szavakból származik. Ennek van jelentősége, majd elmesélem, hiszen ez egy boldogságérzetet is ad a szervezetünkbe. Ez az anandamid molekula, egy örömérzetet, a hangulatunkért felelős. A másik pedig ez a 2AG-nek rövidített molekula, ami CB1 és CB2 receptorokhoz kötődik. És az is kiderült, hogy minden egyes gerinces állatnak van ilyen endokannabidoid rendszere, nem csak az embernek, és ez a rendszer már körülbelül 600 millió évvel ezelőtt megjelent. Tudni kell, hogy minden egyes szervrendszerünkben működik ez az endokannabinoid rendszer, amely ennek a szervnek a belső egyensúlyájáért felelős. Így az agyi aktivitásunk, a memóriánk, a hangulatunk, a vérnyomásunk szabályozása, a szívműködésünké, az anyagcserénk, a méregtelenítés, az étvágy, az alvás, a hormontermelésünk, a nemi működésünk, mind-mind ennek a rendszernek a harmonikus, kiegyensúlyozott működésétől függ. Maga ez az endokannabinoid rendszer ugye receptorokból is áll. A receptorok a sejtfelszínen találhatók, és ezek viszik át, ezekre való kötődéssel jutnak be a sejtbe az információk. Ebbe az endokannabinoid rendszerbe főleg CB1 és CB2 receptorokat különítünk el, ami ott az emberkén jelölve zöld és kék pöttyökkel látható. A CB1 receptorok elsősorban az idegrendszer területén találhatók, az agyba, a gerincvelőbe és a perifériás idegrendszerbe, míg a CB2 receptorok számos belső szervre, de főleg az immunrendszerünk területén. Erről beszélek majd még egy picit később. Az is kiderült, hogy ez az endokannabinoid rendszerünk már a magzati élet 16. napján elkezd fejlődni, tehát egy létfontosságú rendszer az emberi szervezetbe. És az anyatej is gazdag ilyen kannabinoidokba. Az endokannabinoid rendszerünknek, ahogy mondtam, részei a CB2 receptorokon való információ átadás, ami leginkább az immunrendszerünk sejtjeinek a felületén található, így a fehérvérsejtekben, lépbe, mandulákon, nyirokcsomókon, és az immunrendszerünknek a harmonikus működéséhez is elengedhetetlenül fontosak. A bőrünkön pedig mindkét fajta receptorból sok található, ezért tudjuk majd ugye külsőleg is alkalmazni ezeket a készítményeket, hiszen ezeken a receptorokon keresztül megtörténik majd az információ átadás. Úgyhogy ezt érdemes megjegyezni, hogy a bőrünk is tele van ilyen receptorokkal. Azt kell megjegyezni, hogy ez az endokannabinoid rendszer a belső egyensúlyunk fenntartásáért felelős, mind fizikai, mind mentális szinten. Úgy kell elképzelni, hogy ahogy létezik légzőrendszerünk, keringési rendszerünk, kiválasztó rendszerünk, úgy létezik egy úgynevezett endokannabinoid rendszerünk is, ami egy ilyen karmesternek tekintendő, ami ezt a finom egyensúlyt próbálja mindig fenntartani a változó külső és belső mozgások vagy változások ellenére, és az egyensúlyra, a mérleg kiegyensúlyozására törekszik. Azt is tudjuk, hogy a kis kedvenc állatainknak még több ilyen receptora van, még érzékenyebbek a receptoraik a különböző, például kannabiszos pótló, mondjuk az olajok adására, de erről később fogok beszélni, csak ezt jegyezzék meg, hogy az állatoknak is sok ilyen receptora van. 2004-ben vetette fel egy amerikai ideggyógyász, aki az egyik leghíresebb elme ezen a területen, a kannabisz kutatásba és annak a gyógyszer felhasználása területén, hogy beszélnünk kellene klinikai endokannabinoid hiánybetegségekről. Ahogy lehet D-vitamin hiányunk a szervezetbe, vagy C-vitamin hiány, vagy jód hiány, vagy kálium hiány, úgy tudni kell, hogy létezhet ezekből a bennünk termelődő kannabinoidokból is hiány. És hogy bizonyos betegségeinket ez okozhatja. Így ő arra gondolt, hogy
hogy például a szorongásos betegség, a depresszió, az irritábilis bélszindróma, a fibromialgia, amely nagyon súlyos, fájdalmas izombetegség, vagy a krónikus migrén, már ennek tekinthető egy ilyen endokannabinoid hiányból származó betegségnek. És hogy jön ide a kannabisz növény? Az emberben lévő endokannabinoidok hiányát a kannabiszban található kannabinoidok pótolni tudják, hiszen szerkezetileg nagyon hasonlóak az emberben található kannabinoidokhoz. Ahogy látjuk, itt láthatók a receptorok, és ehhez ezeken tud a kannabisz növény is információkat átjuttatni az emberi sejtekbe. Azt tudni kell, a magyar közlönybe is le van írva, hogy minden olyan készítmény, amelyben a THC, ez a tiltott bódító anyag nem haladja meg a 0,2%-ot, az szabadon fogyasztható. Úgyhogy semmilyen illegálisat mi nem csinálunk. A klinikai kutatások szerteágazóak, sok ezer klinikai kutatás megtalálható az orvosi irodalomban, a cannabidiollal kapcsolatban, a CBD-vel kapcsolatban, amiről én tartottam egy előadást februárban. Ezt nyugodtan meg lehet nézni, akár most le is fotózhatják ennek a web címét, és itt nagyon részletesen beszámolok ezekről a kutatási eredményekről. Most próbáltam ebből csak két rövid ábrát összeállítani, mert amúgy túl hosszú lenne az előadás. Így, ha a CBD-vel kapcsolatban csak gyorsan felsorolnám, hogy milyen területeken alkalmazható bőrbetegségek, például pszoriázis, ekcéma, melanoma, stb. Érrendszeri betegségekben az érelmeszesedésnek a javításában is jó szerepe van. Aztán agyvérzésben antioxidáns hatású és az agyvérzéses terület nagyságát csökkenteni tudja, hogyha időben elkezdik azt alkalmazni. Aztán asztmában a gyulladásos immunválaszt tudja csökkenteni. A CBD-nek nincsen direkt hörgőtágító hatása, az a THC-nak van, tehát arra nem használható. Aztán allergiában is jó hatású lehet. Az idegrendszerben láttuk, hogy rengeteg CB1 és főleg CB1 receptor található. Sokkal több ilyen receptor van az idegrendszerünkben, mint bármely más eddig ismert receptor. Úgyhogy ezért nem véletlen, hogy számos idegrendszeri betegségben megpróbálható a CBD adása. Így Alzheimer-kor, Parkinson-kor, szklerózis multiplex, szorongásos és depresszív betegségek, skizofrénia, hiperaktivitás, autizmus, aztán epilepszia esetén, de tudjuk már sok ezer éve, hogy a migrénre is jó hatású tud lenni. Aztán traumás agysérüléseknek a javítására is és regenerálására is alkalmazzák már sportolóknál is, és egyéb traumás sérülésekbe. Aztán sportsérülések is gyorsabban regenerálódnak a szedése mellett, illetve még a csonttörések is gyorsabban gyógyulnak. Aztán nézzük tovább. A bizonyos nőgyógyászati betegségekben a menszesz kapcsán az alhasi görcsöket tudja oldani, illetve a klimaxban a hőhullámok ellen is alkalmazható. Aztán azt tudjuk, hogy az alvás zavarra jó hatású tud lenni a CBD, és az nagyon fontos, hiszen az alvásunk minősége az immunrendszerünk szempontja annak a jó működéséhez is elengedhetetlen. Nem mindig az alvás hossza fog javulni, hanem az alvásnak a mélysége és az alvás fázisokat tudja regenerálni. Aztán függőségek kezelésére, leszoktatni dohányzásról, alkoholról, vagy egyéb kábítószerek használatáról is alkalmazható a CBD. Aztán reumás ízületi betegségekben a fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő hatását lehet kihasználni. A kemoterápiában tudjuk, hogy számos mellékhatás jöhet elő, a hányinger hányás, és ezt tudja csillapítani a CBD. Emellett a kemoterápiás szereknek a vesére vagy az idegrendszerre történő káros hatását is ki lehet védeni, hogyha egyidejűleg CBD-t is alkalmazunk. Aztán mindenfajta bélgyulladásban meg lehet próbálni a gyulladás csökkentő
csökkentő hatása miatt. Aztán cukorbetegségnél, elsősorban a kettes típusúnál, ugye a felnőtt korinál, ami nem inzulinfüggő, javíthatja az a cukoranyag cserét, javulhat az inzulin, illetve a cukor háztartásunk. Aztán az étvágy szabályozásába is részt vesz, úgyhogy ha valakinek túlzott az étvágya, akkor azt tudja csökkenteni, és ezért például az elhízásba is alkalmazható. A rossz indulatú daganatoknál az előadásban részletesen elmondom, hogy hogy tud daganat ellenes hatást kifejteni több támadás ponton. Aztán különfajta májgyulladásokban alkalmazható, legyen az vírusos, vagy autoimmun, vagy alkoholos májgyulladás. Aztán a krónikus fáradtság szindrómába is nagyon jó hatását észlelték. Azt tudjuk, hogy van egy fájdalomcsillapító hatása a CBD-nek, és ezáltal bizonyos tartósan, krónikusan szedett fájdalomcsillapítókról meg lehet próbálni a CBD szedésével lejönni, vagy azoknak a mennyiségét csökkenteni, hiszen azoknak számos komoly mellékhatása lehet, hogyha valaki hosszú távon szedi azokat. Aztán látták baktérium ellenes hatását, tehát antibiotikus hatását is, ami főleg az úgynevezett gram-pozitív baktériumok esetén látszott. Úgyhogy esetleg antibiotikummal együtt is lehet adagolni, hogy az jobb hatású legyen, már ilyen cikkek is vannak. Ahogy említettem, a CBD-t a kis kedvenceinknek, macskának, kutyának, lónak, sőt kis rágcsálóinknak is lehet adni. Mellettem most az előadáson itt ül egy nyuszika, aki időnként szokott kapni szintén egy-egy csepp CBD-t. A vizsgálatok kimutatták, hogy az úgynevezett teljes spektrumú kenderolaj, azaz úgynevezett full spektrumú, az jobb hatású, mint a CBD izolátum önmagában. Ez a társas hatásnak köszönhető. Ugye ebbe a kannabiszba számos kannabinoid található, és hogyha ezeket ugye egy készítményben együtt hagyjuk, azok egymás hatását erősítik. Mellette meg ugye terpének, flavonoidok is találhatók a kannabiszba, tehát ezek mind egymás hatását erősítik, ezáltal ugye a piacon számos csak simán CBD termék található, azokból sokkal többet kell szedni egyszerre, és a hatásuk nem olyan széles spektrumú, mint egy úgynevezett full spektrumú készítménynek, mint például a hemp-made termékei. Erről is beszélni fogok. Itt is látható, hogy a különböző kannabinoidoknak más-más, egy kicsit eltér a hatás spektruma, és hogyha ezekből többfajtát tartalmaz egy készítmény, akkor ezek egymás hatását mind erősítik. Most térjünk át akkor a hemp-made termékekre. Mint tudjuk, az olajok ugye a bázis kezelés, vagy az általános kezelés ugye ember számára, vagy a drazsé formátum, ami nagyon könnyen elszopogatható. Az olajokon, ami felirat található, hogy 5-ös, 10-es, 15-ös vagy 20-as, az a benne milligramban található CBD mennyiségét jelenti, azaz a 20-as, 20%-os, az 2000 mg-ot tartalmaz a 10 ml olaj. Az olajat úgy kell szedni, hogy lehetőleg nyelv alá cseppentsük, és ott tartsuk egy percig. Innen a szájnyalka hártyának az erején nagyon szépen fel tud szívódni rögtön az olaj és a különböző kannabinoidok, ezért nem kerülnek le lenyeléssel a gyomrunkba, és nem kezdenek ott ugye lebomlani. Hogyha gyógyszert szedünk, vérnyomás csökkentőt, stb., ugye nem vitaminokat, hanem valódi gyógyszereket, akkor azok után érdemes 2 órát várni, majd erről is beszélek, hogy miért, és általában naponta 2-3-szor alkalmazzuk az olajat. Azt is kimutatták, hogy ha étkezés után kb. 15-20 perccel kezdjük el bevenni az olajat, főleg ha az étkezésünk zsírt is tartalmazott, akkor magasabb vérszintet lehet elérni a CBD-ből a szervezetbe, ami általában jó hatású. A drazsét tudjuk, hogy szopogatni kell, miután 15-20 percig benne van a drazsé a szánkban, ezáltal nem kell arra figyelnünk, hogy mennyi ideig tartjuk benne, jó az íze, úgyhogy gyerekek is szívesen beveszik, vagy aki ettől a zöldes keserű olajtól egy kicsit irtózik, akkor annak is nagyon jó a drazsét fogyasztani.
az akkor biztos, hogy sokáig a szárnyárka hártyában lesz, és szép lassan fog felszívódni, és nagyon jól fog hasznosulni. Ezek az olajak ugye tartalmaznak egyrészt kender olajat, azaz hemp olajat, ami ugye kannabinoidokat is, terpéneket és flavonoidokat is tartalmaz. A védőanyaga pedig kender magolaj, ami, ahogy az ábrán is látható, számos vitamint, nyomelemet, ásványi anyagot és omega-3, omega-6 zsírsavakat is tartalmaz. Így a kettő hatása ötvöződik. Számos olyan készítmény található a piacon, amelyik az van ráírva, hogy cannabis olaj, de hogyha az ember megnézi az összetételét, kiderül, hogy az kendermag olaj csak önmagába, és a kendermag olaj az nem tartalmaz sem CBD-t, sem cannabinoidokat, úgyhogy erre tessenek figyelni, amikor választanak, hogy milyen készítményt szeretnének szedni. A hempmétnek a következő csoportja a bőrünkön át alkalmazható készítmények, amik elsősorban az ízületeink, izomzatunk regenerálására szolgálnak. Így az egyik egy ilyen golyós kiszerelésű olaj, amit nagyon könnyű alkalmazni. Ez egy full spektrumú CBD olajat tartalmaz, és mellette számos gyógynövénynek a aromás kivonatát, ami igencsak jó hatású, akár ekcémára, pszoriázisra, tehát bőrbajokra is meg lehet próbálni, de elsősorban ugye ízületi fájdalmakra, ízületi gyulladásokra alkalmazhatjuk. Pár hete került forgalomba a jobb oldal található gél, ami 500 mg CBD-t tartalmaz ebbe a 100 ml-be, ebbe is számos gyógynövény kivonat található ucin, és ennek a különlegessége, hogy ebben THC egyáltalán nincsen, ez főleg sportolóknak, például edzés után az izomzat és az ízületek regenerálására szolgál, de bárki másnak is, akinek fájdalmai vannak, először a mentol miatt egy ilyen hűsítő hatása van, utána pedig erős melegséget is érez az ember. A terméktapasztalat oldalon számos nagyon jó eredményt látunk már a csoport tagjaitól. Én még most fogom megrendelni magamnak az első ilyen készítményt, nekem még ebből az egyből nincsen itthon. A golyós kiszerelést sokat alkalmazom derékfájásra, bokafájásra, stb. És elég gyorsan mulasztja számomra. Ugye meséltem, hogy az állatoknál is nagyon jó hatású a CBD, úgyhogy van egy ilyen úgynevezett PET, azaz házi kedvenc olaj is, ami az állat szájába is csepegtethetünk, vagy belerakhatjuk a tálkájába, vagy egy valamilyen ételre, és az állatoknak napi egyszer-kétszer adjuk általában, sőt direkt be a sebre is, akár külsőleg is tehetjük. A jutalomfalat, az pedig egy ilyen virágszirom formájú, aminek egy ilyen kis darabja 4 mg CBD-t tartalmaz. A széle letörhető, és egy-egy ilyen kis virágszirom, az 1 mg mennyiség. A én kutyám rendszeresen ezt fogyasztja most már. Az ő 40 kilójára én napi kétszer-kettőt legalább adok, néha többet is. Egy ilyen dobozba 600 ilyen kis jutalomfalat van, úgyhogy nagyon gazdaságos, mert nagyon sokáig alkalmazható. A gyógyszer kölcsönhatásokról szeretnék még egy pár szót szólni a CBD-vel kapcsolatban. A Magyar Orvosi Cannabis Egyesület honlapján van egy hosszú cikk erről. Mivel a májba számos gyógyszer ugyanazon az enzimrendszeren keresztül bontódik le, mint a CBD, ezért szoktunk 2 órát várni a gyógyszer bevétele után, és úgy adatni be a CBD-t, hogy ez ne egyszerre történjen ez a lebomlás. De a klinikai vizsgálatokban, amikor már ilyen kölcsönhatásokat láttak, sokkal nagyobb mennyiségű CBD-t alkalmaztak, egyszerre több száz milligrammokat, és még úgyse volt nagyon súlyos
kölcsönhatása a gyógyszerek és a CBD között. Azt tudni kell, leginkább az epilepszia ellenes gyógyszereknek a vérszintjét tudja emelni vagy csökkenteni. Erről is van egy külön ábra a leírásba. Én például, aki ilyet szed, annál mindig meg szoktam nézni, hogy pontosan mit szed, annak a vérszintjét hogy emelheti, és hogy erről beszéljen a saját ideggyógyászával. A vérhigítók közül elsősorban a varfarinnal lehet kölcsönhatása, de ott is a vizsgálatokban csak a nagyon nagy mennyiségű CBD 300-500 mg mellett volt ilyen mellékhatás, vagy a kölcsönhatás, mi ilyen mennyiségeket nem szoktunk adni egyszerre. Miután full spektrumú az olaj, nem csak CBD-t tartalmaz, ezért nem szorulunk arra, hogy ilyen mennyiségeket alkalmazzunk. Aztán a magas vérnyomásnál figyelni kell arra, hogy elindíthatja azt, hogy javul a vérnyomás, és ilyenkor hát normalizálódhat is, de erre nem teszünk ígéretet, és erre figyelni kell, mert akkor esetleg a gyógyszerek mennyiségét majd szép lassan lehet csökkenteni. Miért tartom én a handmade termékeket itt a piacon nagyon előnyösnek, és miért tettem le ide a voksomat? Egyrészt üvegben, házban termesztett a cannabis, tehát a légkörből szennyeződés nem érheti. A labor tesztjei a honlapon teljesen egyértelműek, világosak, hozzáférhetők, úgyhogy láthatjuk, hogy sem nehézfémeket, sem rovarírtószereket ezek nem tartalmaznak. Az összetételét is szépen megnézhetjük, hogy milyen kannabinoidok vannak benne, milyen terpének, és valóban teljes spektrumú az olaj, és igen, az árérték arány is nagyon jó a nemzetközi viszonylatban is a CBD termékek között. Ebbe a nagy vírusos járványos időszakban miben segíthet nekünk a CBD olaj vagy drazsé fogyasztása? Ugye, ahogy elmondtam, az endokannabinoid hiányainkat tudja pótolni, helyrehozza a saját endokannabinoid termelésünket, így szorongásoldó és depresszió ellenes hatású is tud lenni, és valljuk be, minnyáján egy igencsak szorongásokkal teli időszakot éltünk most át, és élünk most át, úgyhogy jó ilyenkor ezt egy kicsit csökkenteni, hiszen a szorongásnak az immunrendszerünkre nagyon erőteljesen romboló hatása van. Az alvás minőségét is tudja javítani, ami szintén a szervezetünk regenerációját segíti, illetve gyulladás csökkentő hatású, és sokat cikkeznek arról, hogy számos reumás ellenes szert vagy más szert próbálnak bevetni a koronavírus ellen, amiknek szintén gyulladás csökkentő hatása van, és ezt a tüdőbe beinduló hatalmas úgynevezett citokin vihart megpróbálják ezekkel a gyógyszerekkel lefékezni, és ilyen hatása feltételezhetően lehet a CBD-nek is. Erről nem csak én akarok beszélni, hanem nézzenek meg ilyen cikkeket a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület honlapján. Két ilyen cikket is most lefotóztam. Az egyik, hogy kanadai tudósok is próbálnak olyan CBD készítményt alkalmazni, ami segíthet a COVID elleni védekezésbe, illetve három olyan klinikai tanulmány zajlik Izraelbe is, ahol a CBD-t be akarják vetni a tüdőkárosodás megelőzésére, a vírus szaporodás gátlására. Úgyhogy én nagyon bízom benne, és nagyon nagy izgalmakkal figyelem ezeket a cikkeket, hogy természetes anyagokkal is tudjunk védekezni a folyamatnak a rosszabbodása ellen. Azt ne gondolja senki, hogy nem kapja el majd a vírust, hogyha ezt szedi, ilyet én nem állítok, de az, hogy a gyulladás csökkentő hatásával mérsékelni tudjuk a folyamatnak a rosszabbodását, arra igencsak vannak esélyek. Úgyhogy összefoglalóan azt szeretném mondani, hogy bátran használjuk a hempmétnek a termékeit, mind a testi, mind a lelki, mind a szellemi egészségünk megőrzésére, és endokannabinoid hiányaink pótlására, de ne feledkezzünk el arról, hogy az orvosi diagnózist és a megfelelő orvosi kezelést nem szabad elhanyagolni a jelen időszakban sem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és visszaadom a szót Zsuzsának.